Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. 267 millió forintos top forrásból épül ipari park Bátaszéken. A tervek alapján már 2019-ben birtokukba vehetik a cégek, így a hamarosan megépülő agrárlogisztikai központtal együtt több mint 50 új munkahely jöhet létre a településen. A térségi településfejlesztési operatív programban összesen 28 milliárd forint támogatás érkezik a megyébe, ebből 25,5 milliárd forintot már megnyertek. 146 projekt kapott zöld utat. Markológépek, geodéták, építőipari munkások lepték el a Bonyhádi úton található iparterületet Bátaszéken. Megkezdődött az ipari park kialakítása, amire régóta vártak már a helyiek. Közel 3 éves előkészítő folyamat után abba a helyzetbe kerültünk, hogy semmi sem ment bennünket magától a tényleges kivitelezéstől. Ugye a városnak elképzelése volt, hogy szerette volna ezt a területet ipari szolgáltatói övezetté minősítetni, és ez a feltételeket megteremteni, ezért benyújtottuk a pályázatot közel 3 évvel ezelőtt. 267 millió forint támogatást nyertünk a területi operatív program 1-1-1-es zsebéből, ami ipari alapú infrastruktúra fejlesztésről szól. Ennek keretében megkezdődött a támogatási szerzés aláírását követően az előkészítés, ami tervezésből és természetesen kivitelezés előkészítéséből állt. A projekt gyakorlatilag egy 6 hektáros terület alapinfrastruktúrával történő ellátásáról szól. Ez azt jelenti, hogy ezen a 6 hektáros területen víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetési rendszerek fognak megépülni, kiépül ennek a 6 hektáros területnek a gáz, illetve a villamosenergia ellátása az előzetes igények és becslések figyelembevételével. Tehát, hogy aki ebbe a 6 hektárba be akar települni, annak minden kapacitását tudjuk majd megfelelő módon biztosítani, és természetesen szilárd burkolatú úttal lesznek megközelíthetők ezek a területek. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen a 6 hektáron 4-5 olyan vállalkozás tud majd hosszú távon megtelepülni, és gyakorlatilag számukra tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, akik hát remélhetőleg a város fejlődéséhez hozzá tudnak járulni, azzal, hogy esetleg új munkahelyeket tudnak majd teremteni, és hát iparizési adóban is a város bevételeit tudják majd növelni. A projektnek, mint ahogy a többi top beruházásnak is, az a célja, hogy a térség, a régió fejlődjön, és új vállalkozások létesüljenek, új munkahelyek jöjjenek létre. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondta, minden nehézség építőipari anyagárak emelkedése miatt álló vagy akadozó beruházások ellenére a településfejlesztési operatív program halad. Örömmel jelentettem a Tolna megyeieknek, hogy a területi operatív program Tolna megyei részét, a megyére első részét elvégezte. A települések nagyon aktívak voltak, számtalan pályázatot nyújtottak be. A 28 milliárd forintnyi összegre, ami mondjuk a megyére jut. Kipályáztunk 25,5 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy bőven 90% fölött van a pályázati siker. Vannak még olyan pályázatok, ahol még döntésre vár a dolog, de a legtöbb pályázaton már pipa van, és már az egyik pályázati eredmény, amikor már körbe van jelölve az építési terület, megvan a pontos összeg. Polgármester úrral itt sikerült most köszönteni mindenkit és jelezni, hogy itt elindul az építkezés. Úgy gondoljuk, hogy tartjuk a határidőt, erőlködünk, sietünk és bízunk abba, hogy a megyei értékeket ezzel is tudjuk növelni, hiszen nagyon fontos a megyének az, hogy munkaerő szempontjából, foglalkoztatás szempontjából, gazdasági fejlődés szempontjából ezek a projektek megkapják a zöld lámpát. 60, még egy számot mondok, vagy kettőt talán, 64 projekt gazdáról beszélünk Tolna megyében, ugye tudjuk, hogy 104-105 településről beszélünk, 146 projekt az, ami már zöld utat kapott, ez 18 különböző pályázati irányt jelent. A tervek alapján már 2019-ben birtokukba vehetik a bátaszéki ipari parkot a cégek, így a hamarosan megépülő agrárlogisztikai központtal együtt több mint 50 új munkahely jöhet létre a településen.
Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Összeültek és meghányták, vetették az elmúlt időszak eseményeit, felidézték a régi szép időket az ország különböző pontjain élő, de bátaszékről származó emberek azon a találkozón, amit két évente szervez meg a bátaszékiek baráti köre. Nagy Boldogasszony plébánia templom, Molyhos tölgy, tájház, bátaszéki bornapok, Bónyhád bátaszék futóverseny, királyi gasztronómiai est, rétes fesztivál, erős hagyományőrzés, közvetlen emberek, szép emlékek. Csak néhány tényező, ami jellemzi bátaszéket, és ami miatt szívesen visszatérnek szülővárosukba az innen elszármazott emberek. Egy részük a bátaszékiek baráti körébe tartozik. Az idősebb generációból kikerült tagok két évente hivatalos keretek között is összejönnek. Így emlékeznek az ország különböző pontjain élő emberek szülővárosukról. A találkozón előkerülnek a régi, elsárgult fényképek baráti összejövetelekről, osztálytalálkozókról, és az idősebb generáció szívesen idézi fel a régi emlékeket. A hosszú évtizedek óta Pécsen élő, egykori orvos is mindig él a lehetőséggel, és eljön ezekre a találkozókra. Felevelentnek régi kapcsolatok, régi sztorik, szóval persze, hát ide kötődöm. Temes Gyula azt mondja, a mai napig bátaszékinek vallja magát, noha csak 1931 és 1956 között élt itt. Kiscsecsemőkor óta itt éltem bátaszéken, itt nem messze, innen körülbelül 150-200 méterre, templommal szemben volt a házunk, ott volt apámnak cipőkereskedése. És hát 56 után visszavettek az egyetemre, a gyökereim itt vannak, a gyerekkorom itt van. Itt minden házat gyakorlatilag ezen az alsó részen legalábbis ismertem, és tudtam ki hol lakik, ki hova tartozik, szóval mindenkit is. Mert aztán 45 után egy kicsit ez, hogy is mondjam, heterogénné vált az egész, mert hát akkor más, ismeretlen, ahogy mondtam, ismeretlen tömeg jelent meg, de hát ővelük is aztán többé-kevésbé néhány év alatt, amíg még itt voltam, összeismerkedtem, orvosi egyetemre jártam, ezt végeztem el, 62-ben fejeztem be, akkor avattak föl, és onnét kezdve az egyetemem is maradtam, egy kísérletes sebészeti intézet nevű intézményben, ahol a szokásos karrier szamánlétrát végigjárva eljutottam egészen a megbízott igazgatói funkcióig, és onnan mentem el nyugdíjba. A bátaszéki baráti kör, ami régen bátaszékről elszármazottak társasága volt, az 1986 óta működik, és azóta minden két évben van egy találkozó, és ez tulajdonképpen egy ilyen találkozó,
egy lejárt két év utáni újabb találkozó, amikor a tagjaink azok felszólítást kapnak arra, hogy lesz egy találkozó, lehet jelentkezni. Nagyon sok helyütt, tehát Nyíregyházától Kaposvár, Esztergom, Pécs, Szekszárd nyilván a környező települések, de helyi bátorszépiek is vannak, akik annak idején beléptek ebbe a baráti köri társaságba, talán éppen rokoni vagy baráti kapcsolatok révén, és hát itt ilyenkor örülnek egymásnak, és hát a régi időket idézik fel, és emlékeznek a régi időkre. Az induláskor természetesen azért voltak még olyan dolgok, amelyek hozzájárultak a működésünkhöz. Segítséget várt Pátaszék annak idején az innen elszármazottaktól, és többféle segítséget kapott is. Tehát ha csak arra gondolok, hogy annak idején a tornacsarnoknak az építésekor a tervezést volt bátaszéki segítette, vagy adományokkal segítették például a templomtorony cseréjét, amikor lebontásra került, és hát nagyon sok pénzbe került a felújítása, vagy kezdeményezői voltak, és segítői is a tájház létrejöttének, különösen a berendezési tárgyak összegyűjtését illetően. A baráti kör létrejöttétől eltelt 32 év alatt rengeteg mindent segítettek az egykori szülővárosuknak az innen elszármazott emberek, amit az ilyen alkalmakkor szívesen idéznek fel a település vezetői, a baráti kör elnöke. Bozsolik Róbert polgármester beszédében felidézte az elmúlt két év alatt rendezett főbb rendezvényeket, sikereket, fejlesztéseket, és azt, hogy igyekeztek változtatni gondolkodásukon, marketingjükön, ami az élet minden területére kihat. Arra törekedtünk, hogy közösséget építsünk, és ezt a város minden területén megpróbáltuk megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi önkormányzati vezetés rájött arra, hogy csak ez az egyetlen megoldás, hogy a települést egy más fejlődési pályára lehessen állítani. És ezt nem azért mondom és hangsúlyozom, mert az előző pályája a településnek rossz lett volna, de nekünk az volt az elképzelésünk, hogy egy más pályára kell állítani, máshogy kell nekünk reagálni a kor kihívásaira. A találkozónak, ami egyébként igen jó hangulatban telt idén is, volt egy kis keserédes íze attól, hogy a 130 tagból nagyon kevesen jelentek meg. A tagok sem lesznek már fiatalabbak, gyermekeik, unokáik pedig nem ismerik, nem kötődnek annyira felmenőik szülővárosához. Továbbá a közösségi média előretörésével és a modern technológiai eszközök megjelenésével átalakultak a kapcsolattartási formák is. A fiatalok nem feltétlenül egy ilyen találkozó keretében tájékozódnak felmenőik szülővárosának főbb eseményeiről, és tartják a kapcsolatot az itteni rokonaikkal. Azok az erőfeszítések, amelyek nem az előbbi segítséget jelentik, hanem azt, hogy esetleg a taglétszám bővüljön. Bővüljön például a régi tagok gyermekeivel, vagy olyan új elszármazottakkal, akik fiatalok. Ezeknek a, hát nem azt mondom, hogy hiába a valósága, inkább azt mondanám, hogy a nehézsége és eredménytelensége is hozzátartozik a működésünkhöz. Nem azt gondolom, hogy feltétlenül befejező találkozó lesz, hogy befejező találkozó lesz, de minden esetre hát már nem fogja azt a feelinget adni, amit 20-30 évvel ezelőtt, amikor ez még igazán nagyon nagy létszámokat vonzott. Igazi örömzenélő Bátaszék legidősebb diszkósa, aki energiával még bírná, de évi egy-két fellépésnél többet nem vállal. Ezek egyike a Napsugár Nyugdíjas Egyesület őszi bája, ahol közkívánatra immár vagy negyed százada Dudás József Jóci a hangulatfelelős. Bátaszék rangidős zenés táncos tömegszórakoztatója Dudás Józsi Jóci már régebb óta nem annyira aktív, mint fénykorában volt. Mint retro diszkós már gyakorlatilag visszavonult, nem járja már az országot, mint a hőskorszakban. Ám egy bulin, a helyi nyugdíjasok rendezvényen mindig ott van minden évben, immáron 22 éve, a még nem nyugdíjas, örömzenélő férfi, aki civilben a Bát Metal 58 éves aktív dolgozója. Mindenkinek kívánok nagyon, de nagyon kellemes szórakozást,
egy keringővel nyitnám meg a vállamat, jó szorakodás, bűn, hogy várok rád, mindenki vigye pályát, kedvesítés, jó mulatást, köszönöm! Én annak idején már gyerekkorom óta, ez ilyen 18 éves korom óta kezdtem ezt el. Elszőként egy kis útyos kölöpként, de utána belejöttem ezekbe a dolgokba. Először nem mertem közönség elé kiállni, szégyeltem magam, de motiváltak pár, hogy próbáld meg József ezt a motivációt, mert meglátott, hogy lesz sikered és eredményezve, és megpróbáltam. Tehát is ráálltam a zenére, rengeteg a gyakorlás van a hátam mögött. Mindig elmegyek a kis szobikámba. Én nem megyek kocsmákat, nem járom, sem ilyen szórakozót. Én magamnak vagyok, a maga zenéneimnek, nosztalgia számok, ami nagyon sokat még rádióban se lehet meghallani, én azokat gyűjtöm le, és azokat gyakorlom be. Nem csak Karádi Vámosi Korda örökzöldek, hanem a 60-as, 70-es, 80-as évek nagy diszkós lágereit is magáévá tette Dudás Jóci. Nosztalgia diszkók azokkal, mai napig is foglalkozom, de ezek a mostani új hullámos diszkók, ezek nem jönnek be nekem már. Szóval a koromnál fogva se, és a régi, akik már az 55-60 év körüliek, meg az 58 éves körüliakat, azokat meg tudom fogni a diszkószámokat. Na persze, meg tudom fogni a nosztalgia slágerekkel is. Ott vagy a retro rádió mögött mellett, újból a régiek? Hát a régiek, igen, ezzel foglalkozom. Retro napi nap a retrót is hallgattam, meg az antikrádió szexáról. De ezek a mostani dolgok, a mostani diszkoslágerek nem érdekelnek gyakorlatilag, mert nem látok benne motivációt. Már csak egy fellépése van minden évben, ez pedig a Helyi Napsugár Egyesület minden évben megrendezésre kerülő őszi bája, ami a világnaphoz köthető. Gyerekkorom óta, 18-19 éves korom óta vagyok itt a Nyugdíjas Egyesületként, ahogy az előbb is elmondtam, hogy kis sutyó kölökként kezdtem a nétembe, és azóta beloptam a nyugdíjasok szívében magamat. Zárai, Vámosi, Aracki, hát ami a régi, ami a nyugdíjasoknak való. Tehát tűnik, hogy a repertoálom, a zenei repertoált kell itt előválogatni, ami nekik tetszik. Hol volt olyan rangos hely, ahol felléptél, ami mindmáig mutatja azt, hogy ezt nem középiskolásokon tudod, vagy amatőr szinten? Tudni, hogy én már voltam olyan helyen, hogy volt egy barátom, egy futballista barátom, amik itt volt Kakaskupakor, és Kecskemét az Arany Homok szállóban zenéltem neki. Iszonyú sok volt a vendég, és nagyon jó volt a hangulat, ott zenéltem Kecskeméten, meg hát ha elhívnak máshova, Monoron van egy, Monoron is egy öreg otthon, ahol szoktam idestől, amikor hogy elhívnak oda is zenéni, na meg persze itt a környékbeli öreg otthonok persze. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!